A NATO simán legyőzni Oroszországot, jelentette ki Lengyelország külügyminisztere. Most kapott őszinteségi rohamot, és akkor ezek szerint 2 évig hazudtak? Vagy egy új narratívát építenek, új dolgokról szeretnék meggyőzni a közvéleményt, vagyis megint hazudnak nekünk, csak most valami mást. Aztán megnézzük, hogy a nyugat hogyan kezd veszíteni a saját szabályai szerinti kapitalizmusban, és miért kezdte ezért elhagyni a saját szabályait, és miért könyörög Kínának, hogy ők viszont tartsák be azokat a szabályokat, amit a nyugat már nem tart be. Meg fogjátok érteni. Mint ahogy azt is, hogy minek köszönhető, amennyiben ebben bármekkora köszönet is lenne, hogy miközben a stadionokban a keresztény hitet semmilyen módon nem vallhatják meg a focisták, a Liverpool stadionjában a müezzin viszont hívhatja imára a közönséget. Na megint megtörtént az, amiről mindig beszélni szoktam itt a videók elején, és nem biztos, hogy elég komolyan veszettesen, de megint letiltott egy videót a YouTube innen a csatornáról. Úgyhogy, és egy hétig nem is tudtam feltölteni, azért nem láttatok mostanában új adásokat. Szóval 45 ezeren követtek itt a YouTube-on, de oda állt a Rumble csatornán még mindig csak 7 ezeren, tehát a maradék 38 ezeret téged is, ha nem vagy a 7 ezerben, nagy szeretettel várlak, és gyere, kövess a Rumble csatornán, mert ott nincs cenzúra, nem tiltják le a videókat, mindenről lehet beszélni, mindent meg lehet nézni, eljutnak hozzád is a videók, úgyhogy gyere, vár a Rumble. Viszont most a következő napokban ömlesztve az elmaradt videókat feltöltöm ide a YouTube-ra, úgyhogy rengeteg videó meg fog jelenni egymás után, de ne itt nézd meg, hanem látod a képernyőn kiírva is a Rumble csatorna linkjét, de hogyha lent kattintasz a leírásban a linkre, akkor ott közvetlenül eljutsz ennek a videónak a teljes, cenzúrázatlan változatához is. Rumble, ott eljünk. No migration, no gender, no war. Ezzel a felütéssel posztolta ki Orbán Viktor azt a brüsszeli konferenciát, amit majdnem be is tiltottak, de végül nem sikerült, és a miniszterelnök is felszólalt rajta. Na neked is legyen ilyen pólód. A mai hobbista hardcore, sziasztok, spekulációkkal kezdjük. Méghozzá az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, és erre jó okunk is van. Nem az, hogy most hirtelen ilyen óriás geopolitikai szakértővé lettünk volna a semmiből, Robert C. Castelt és Hidegkuti Konstantint is túlszárnyalva. Miért nem mondtad a Rácz András, ne arra? Pont nem jutott eszembe, pedig ő a legnagyobb szakértő. Ja, nem. De nem is, azért nem is mélyültünk el annyira a kortárs hadművészetben, hogy olyan bátran merjünk jósolni a háború kimenetével kapcsolatban, mint mondjuk Rácz András például. Szóval semmi ilyesmiről nincs szó, nem vagyunk mi mindenhez értő Rácz Andrások, vagy libernyák újságírók, akik mindenhez is értenek a fosból. De képesek vagyunk emlékezni arra, ami mondjuk 3 héttel ezelőtt történt, valaki 3 héttel ezelőtt mondott, mi még emlékszünk ilyenekre, és azt képesek vagyunk összevetni olyan örök igazságokkal, amik ma érvényesek. Vagy hát nem csak ma, mert hogy örök igazságok. És képesek vagyunk még egyre, na? Logikusan gondolkodni. Mert hogy ugye mi nem vagyunk libernyák újságírók a fosról. Na, szóval miről van szó? Van két tök érdekes hír. Az egyik főszereplője Radoszláv Sikorszky, lengyel külügyminiszter, aki egyszer csak kijelentette, hogy feleslegesen fosni Oroszországtól, mert hogy a NATO könnyedén rommá verné Putyint egy esetleges háborúban, hogyha a ruszkik megtámadnák valamelyik NATO tagállamot. Na hát. Hát ugye eddig arról volt szó, hogyha Ukrajnában nem állítjuk meg Putyint, akkor Londonig masíroznak. Akkor a Kijevet elfoglalja, akkor 3 hét után Párizs, 4 hét után már az Atlanti óceánba mossa az egyszer meg már a kis herécskéjét. Jól értem, hogy ha most ez most egy péló méregetés, hogy kinek nagyobb, meg ilyen, ez most egy kb. Ilyen eszmefutás. Csak arra próbálok egyszerű gondolni, hogy most egy iciri-picirit az ukrajnai oldalammal gondolkodom, és arra gondolok, hogy nekem barátaim vannak ott, akiket elvittek a frontra. És amikor valaki azt mondja, valahonnan innen mondjuk 2000 kilométerre tételezzük, vagy akár csak itt egy meleg stúdióban, akár egy Starbucksból, hogy simán legyőznénk Oroszországot, akkor nem gondol bele abba a több 10 000 halottba mindkét oldalról. Inkább 100.
az első hetekben. Ja. Jó, de tehát mert ott nem a NATO háborúzik, hanem Ukrajna. Számomra tehát... ez, nem, ha egy ilyen NATO-Oroszország háború kitörne, ezek az emberek, ezek nem gondolnak bele abba, hogy itt olyan emberek, akik az utcán látnak, azok meghalnának ott, és engem ez amúgy baromira fel tud háborítani, azért, mert mondom, mivel de hogy egy ponton személyesen érintett. Ez logikus, vagy. Tehát hogyha egy első osztályú csapatot összesorsolnak egy harmadosztályú megyei csapattal a nem a bajnokságban, a harmadosztály nem a megye, de Kupában, mindegy. Akkor az nem érve az, hogy a megyében amúgy a, nem tudom én, a Kazimbarcik a kettő, az hány csapatot vert meg. Tehát, hogy itt arról bár, szó, bár most, arról a kupá, szó, most a kupában ez majdnem érv volt, aztán az utolsó 85. percben végül is. Beszélünk még a fociról. Szóval itt arról van szó, hogy elmúlt két és fél évet végig hazudozták, ja, persze, az, hogyha Ukrajnában nem állítjuk meg Oroszországot, akkor onnantól izé más tapán. Jó, de ezt kihitte el, tehát ezt most kigondolta komolyan. Tehát, ugye kezdjük ott, hogy Radoslav Szikorszky ott próbálja, ott hibázik az elméletével, hogy Oroszországnak van néhány ezer robbanó feje, amit hogyha legyőznék Oroszországot, akkor nyitom, akkor hogy detonálná ő. De ez nem arról van szó, hanem a Oroszország támadna meg egy NATO tagállamot. Értem, de most legyőzné Oroszországot, és akkor mit lépne Oroszország? Hát megvédenik, visszavernék őket. Na ennyi, akkor nem vetne be atomfegyvert Oroszország, mert csak akkor veti be az érvényes orosz doktrina szerint atomfegyvert, ha Oroszország léte kerülne veszélybe. De mi történt akkor, amikor így kitörtek ilyen háború? Jó, Finnország nem hatolt be Oroszországba, de végül is azt a háborút a jó tudom, nem Finnország nyerte. Tehát mindig a finnekkel jönnek, de hogy amikor kitörtek ilyen kisebb háborúk, és az oroszok így megindultak, majd visszaverték őket, akkor nem vetettek be. Nincs ilyen, hogy megállunk a határon, és akkor nézzük egymást, hogy akkor most nincs háború, hanem akkor... Jó, de most ez már találgatás. Tehát most teljesen felségesről beszélgetünk. Egy ilyen retardált barom, igen. De most is retardáltak vagytok, mert Szikorszky annyit mondott összesen, hogy végre egyszer elismerte, hogy a NATO sokkal, sokszorosan erősebb, mint Oroszország, és egyáltalán nem kell tartani attól, hogy hát Oroszország meg fogja támadni Európát, meg el fogja foglalni Washingtont. Itt is kötekednék, mert egyébként mi történne, ha mondjuk Oroszország elfoglalná Észtországot szerinted? Játszunk el a gondolattal, hogy Oroszországnak egyszerre csak elmegy az esze, és megjelenik 70 ezer orosz katona, és reggel 8-tól 10-ig elfoglalják Észtországot. Amerikában ez mit indukálna, hogy akkor most oda mennének el? Mondjuk Lengyelországból kiindul elfoglalni hát, a Kaliningrádi enklávét, aztán utána felszabadítanák Észtországot, és megvernék Oroszországot, mert ahogy Szikorszky is mondta, meg ami az igazság, hogy hagyományos, konvenciális erőket tekintve hát, NATO sokszorosan erősebb, mint Oroszország. Itt vannak a problémák, hogy a hagyományos, konvenciális erők, hogyha elverik Oroszországot, akkor Oroszország ilyen apró batomtülteteket dobál a hagyományos, igen, konvenciális erők, és hogyha, akkor megfőznek. Hogyha a hagyományos, konvenciós erőit tigrisekből állnak, és mindenképpen Moszkváig el akarsz jutni, meg a Bakui. De ha Kaliningrádig el akarsz jutni, akkor is rá fogják dobni a fejedre. A Politico szállította, ugye ez egy brüsszeli propagandalap, nyilván nem elhanyagolható washingtoni kötődéssel is, és ők is bevallották, hogy Biden környezetében egyre növekszik a szkepszis Ukrajna győzelmével kapcsolatban. Sőt, azt is írják, hogy hát ilyen mindenféle nemesített, meg nem nevesített amerikai nemzetbiztonsági tótumfaktumokra hivatkozva, hogy már nem azért támogatják Ukrajnát, hogy győzzön, hanem azért, hogy ne veszítsen. Jó reggelt. Idén. Tehát teszem hozzá, hogy idén. Szeretnék rákeresni most Rácz András profiljára. Ez a baj, hogy ezt 1944-ben nem igazán volt, hogy bemegyek most a könyvtárba, megnézem a két évvel ezelőtti lapokat. Tehát akkor a pofont kaptál helyi gestapóst, hogy kiszálltál az ablakon. Tehát ez az, amiben most egy kicsit megszívták, hogy sajnos az internet az még mindig nem felejt. És ezt megkeresett, hogy két éve az volt, hogy az oroszok megfagynak a márciusi Harkovba, és akkor tudtuk, hogy ez egy hülyeség, de most akkor már ők is szentesítették, hogy baromságokat beszéltek két éve. Annyi, hogy elkezdődött az egész konfliktusnak az újra hangszerelése. Tehát, hogy úgy vannak vele az amerikaiak, hogy jó poén volt ez az Ukrajna, de most már kinevettük magunkat, meg fáj a hasunk, meg amúgy is más dolgunk van, meg most már péntek este 5 van, tudod. Igen, meg most már a lányunkkal szeretnénk foglalkozni, tehát nem érünk rá Ukrajnával, de hogy így ne aggódjatok túlságosan, hogyha esetleg mégis elbukják az elnökválasztás után a háborút, addig azért nem, mert az kicsit zavaros lenne itt az amerikai elnökválasztásban, itt egy ilyen
elnökjelölti vitában az úgy rosszul vennék ki magát, ha Afganisztán után Ukrajna, és oda hanyadik failed state ez? Utána, hogyha elveszik Ukrajna, akkor se lesz semmi, hiszen a NATO sokkal erősebb, mint Oroszország, és semmi félnivalunk nincs tőlük. Na. Nem, ugye azon gondolkodom, ezzel most a közvéleményt akarják kondicionálni, igen. Mert ugye eddig az volt a narratíva, ahogy te is mondtad, hogy az oroszok legyalulnak bennünket, de mind meghalunk, ha Ukrajna, és akkor adjuk oda Ukrajnának a javunkat, hogy megvédjen bennünket, mert ugye Ukrajna a bástya, az őrtorony, a kínai nagyfal, ami távol tart. Várja. Az utolsó bástya, mert különben lerohannak bennünket, mert a Putyin fél heréjében volt a józan esze, és neki menne a NATO-nak. Jó, én értem, aztán hogy most mintha azt mondják, hogy jó van, azért annyira nem kell pánikolni. Annyira, igen, értem. Na most akkor gondoljuk már tovább, hogy még mi történne Észtországgal. Tehát mi a nyavaját tud Észtország azon kívül, hogy NATO-tag, amit Ukrajna nem tud. Jó, de ez egy doktrina, hogy nem kell. Doktrina, de abból is két hét múlva kiáltalának, hogy azért nem kéne Washingtont leadni. Jó, szerintem a NATO küldene egy olyan üzenetet a világnak, hogy akkor megtámadnak bennünket, és akkor amúgy kis ország, hogy szerintem Afganisztánba címületet elküldtek, úgyhogy Afganisztán NATO tagállam volt? Hát ott be voltak vonulva az amerikaiak, ők igazgatták a kormányt. De most Kurz, Észtországban mi az az értékes dolog? Akartok elvonulni egy kis sarokba? Hárman? Igen, Kurz. Ez egy kérdés, hogy Kurz, tehát Észtországban szerinted milyen iszonyúan értékes, hogy Putyin megkockáztatna egy nukleáris holokausztot is. Tehát mi van ott, olajhomok de talán? De mi van, hogyha abban gondolkodik, hogy hát ebben nem lesz nukleáris holokauszt, ezek innen is eltakarodnak, hogyha egy hétvég alatt elfoglalom. Nekem kell, de én nem vagyok Putyin, tehát a Putyinnal vitatkozom. Nektek most kell Észtország? Mert Putyin azt mondja, hogy hát kell Észtország, most figyelj, körülbelül akkora, mint egy, de hogy a kalapja mellé egy fél moszkvai kerület. Tehát de elfoglalom, és akkor 3 millió ember, igen. Beleröhögünk ezeknek a az arcába, hogy már megint puntik voltak, és csak Stalin idejében az ilyen típusú utogatásnak még volt, az még ott még volt, de Stalinnak mi a nyavajának akar kellett Finnországnak a keleti része onnan, azt attól fostak, hogy megtámadják majd Leningrádot, de a finnek még akkor se támadták meg, amikor háborúba álltak az a Szovjetunióval. Tehát az még a kérdésem, hogy mennyire érezted magadénak ezt a katonai hadipari sémát? Mert hogy Szenes Évi ma itt van velünk egyébként. Csak átültettük a vendégfotelbe technikai okokból a sajátja helyett, de hogy most gazdaság jön, az jobban fekszik? Az jobban. Az már jobban. Janet Yellen, aki ugye jelenleg Amerika pénzügyminisztere, de korábban a Fed elnöke volt, tehát a jegybank szerepének megfelelő Fed elnöke, hát konkrétan gyakorlatilag kérlelte Kínában a kínaiakat, hogy hát ne legyenek már ennyire kapitalisták, mert tönkreteszik az amerikai kapitalizmust. Erről olvashatunk. Ezt mondd el még egyszer, mert nem értem, hogy mi történik a világban. Hát, tehát ezektől várjátok el, hogy megvédik Észtországot, amikor garantálták. Most éppen, tehát képzeld, a kemény dénes kirepülne Kínába, hogy így az a helyzet, kedves kínaiak, hogy nagyon jó vízilabdáztok, rohadt gyorsan úsztok, és akkorákat lőttük, hogy beviszi a kapuzsunk kezét a labda. Előjetek már akkorákat Kínában, mit gondolnának, hogy hát lehet, hogy kicsit jobbak vagyunk vízilabdában, mint a magyarok, és akkor így valamit csináltunk az életbe. Tehát nem az lenne, hogy a kínai vízilabdázó kisebbet lőne az olimpián, hanem hogy hát a kínaiak... Hol érdekel engem, hogyha egy konkurens cégnek hát mondjuk igen rosszabbul megy, mint nekem, nem? Hát, majd akkor én visszaveszek a termelésből. Hát, ezek szerint az amcsik ezt gondolják, mert ahogy ugye a világgazdaság cikkében is olvastuk, Peking, tehát azért utazott Pekingig az amerikai külügyminiszter, hogy meggyőzze a kínaiakat, hogy ne termeljenek már annyit, mert hogy az nekik már, mint az amerikaiaknak rossz. Nem nagyon értjük egyébként a logikát emögött, mint hogy amögött sem, hogy ugye van a német kancellár a kis attatáskájával, Olaf Scholz, ő azt nem szerette volna, vagy nem szeretné most sem. Láttátok amúgy, hogy mi történt az Olaf Scholzzal? Azért a Beatlesről is hallottál, nem? Kurz. Még te is. Na jó. És azért érdekes, mégis ez a témához kapcsolódik már, hogy Liverpool, mint kikötőváros, mindig is egy bevándorlóváros volt. A 20. század nagyobbik részében ez persze főleg íreket jelentett. Tehát nem, más volt egy kicsit a lányzó fekvése a boldog békeidőkben, de 1887-ben már megépítették az első mecsetet Liverpoolban, és nem valamilyen ilyen Ázsiából illegálisan érkezett gyűlöletprédikátor alapította, mint ahogy mostanában szokták, hanem egy muszlim hitre
áttért angol fickó. De ez miért, most miért ilyen fontos nekünk, meg ez az egész Liverpool? Azért, mert most Liverpoolban bőrén és brutálisan megmutatták nekünk, hogy hogy átbasztak minket, hogy mennyire hülyék voltunk. Hát a libernyákok esetében jelen időt használja, azok még mai napig hülyék, ne aggódj. Őket nem verték, hát ők biztosok benne, hogy igazuk volt. Ja, igen. Átverve csak akkor látsz, hogy rájössz, hogy átverve. A biztos tudás az a legegyértelműbb bizonyíték, a totális ignoranciának szokták mondani, és az a libernyákoknál ez tökéletesen működik. Na, hogy az történt, hogy tényleg beleverték a nyugati világ orrát a saját hülyeségébe. Abba ugye van egy ilyen nagyon alapvető, nem tudom, ez axiómának is mondható, hogy a fociban nincs helye se politikának, se vallásnak.